Nyár, napsütés és bezárt strandok. Az ANTS az uniós irányelvek alapján minősítette a fürdővizek állapotát, amelyet 4 éves időszak bakteriológiai vizsgálatai, a vízminőség változásai és egyéb egészségügyi tényezők figyelembevételével állapítottak meg. 4 kategóriába sorolják a fürdővizek minőségét, úgy mint kiváló, jó, tűrhető és kifogásolt. A vízminőséget jelentősen befolyásolta a Duna áradása, ami tovább rontotta bizonyos szakaszok helyzetét, így a Duna mentén összesen 17 helyen tilos a strandolás, köztük városunkban is az Aranypart 1-en és 2-n. Június 1-e és augusztus 31-e között működnek elvileg a szabad strandok, ez az Aranypart 1 és Aranypart 2 szabad strandokra vonatkozik. Ebben idén annyi változás van, hogy június 1-én a várható áradások miatt az Aranypart 1 szabad strand már ki sem nyitott, és biztonsági okok miatt néhány nap múlva az Aranypart 2 szabad strandot is be kellett zárni. Utána következett az áradás, az Aranypart 1-et elöntötte teljesen a víz, az Aranypart 2-n a belvíz okoz problémákat, és a kiadott országos határozatot tudjuk megerősíteni üzemeltetőként is, mely szerint az Aranypart 1 és az Aranypart 2 szabad strandon még néhány napig biztos, hogy tilos a fürdőzés. Az Aranypart 1-en is napról napra javul a helyzet, de még rengeteg teendő áll az üzemeltető előtt, mire felnyithatja a sorompót a strandolni vágyók előtt. A strand területét már lefertőtlenítették környezetbarát vegyszerrel, és a kezelést a közeljövőben újra megismétlik. Ilyen még nem volt ilyen állapot, mióta itt vagyok 30 éve, hogy ennyi iszapot, meg ennyi szemetet főoldott a Duna. Meg az a másik baj, hogy ugye még mindig nem ment vissza. Ugye addig meg kell várnunk, hogy visszamenjük. Ez a másik fele, ez aránylag már ez rendeződik, ezt a héten füvet rendbe rakjuk, meg lefertőtlenítünk, azt utána jövünk át. Szeretném jövő hétre azért legalább a partot úgy rendbe rakni, hogy lehessen napozni, a víz meg az 1-2 hét után szerintem önmaga kitisztul. Egyébként a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Balatonhoz köthető a legtöbb kiváló minőségű víz, még a leggyengébbek a folyóvizek közül kerültek ki. A minősítő lista az Országos Környezetegészségügyi Intézet honlapján érhető el.